Na sziasztok fiúk, lányok, én Zsimi vagyok. Srácok, lányok, a mai videóban egy kicsit regirokkozni fogunk. Bejött az új legendásunk. Hát nem túl szép, nem is csúnya, de mégis szerintem ő a legszebb a három közül. Összeszedjük gyors a counteröket, hogy úgy mi szakítja be a kis búráját, úgy izmosan. Amit láttátok már, itt csillámoskodik egy kis béka. A gyönyörű Venusaurunk, ami tökéletes támadásokkal is rendelkezik jelen esetben, főleg, hogy boostos most, olyan idő van odakint. Hát, hogy tényleg olyan idő van odakint, mert kicsit meleg a helyzet. Vine Whip Solar Beam-mel, vagy Razor Leaf Solar Beam-mel iszonyatosat tud szakítani a Venusaurunk. Ez egy teljesen perfekt alternatíva lehet, hogyha jól fel van power-up-olva, vagy egy szimpla Venusaur is nagyon jól tud szakítani. Főleg a... Mi volt a legacy támadásaiból nekem nem lett? Majd írjátok le kommentbe. Elfelejtettem. Pedig itt van a nyelven. Jó, ne is rágódjunk rajta, mert úgyse jut eszembe. Nézzük tovább itt. Nézzük át itt a CP-nél, hogy mik lehetnek még azok a pokék, amik úgy tényleg oda tudnának támasztani a kis rock fiúnak. Ó, hát nem is kell túl sokáig lapozni. Itt van az öreg Kimbo Slice, gyerekek. Felhős időben ez olyan pofont lever, hogy a robotnak bejójózik a szeme. Best ever. Felhős időben azt mondom, hogy Machampokkal teliszórjátok, Machampok, Hariyamák, és az gyerekek, ott vége van. Ott vége van mindennek. Egy jó pár Machamp, pár Hariyama, és úgy szétvágja a fejét a regiroknak felhős időben, abból semmi nem marad. Semmi, tényleg. Iszonyatosan megpakolja. Hoppá, itt a következő alternatíva, egy nagyon erős legendásról van szó. A jó kis Groundonunk üvölt, mint a sakál. Gyönyörű példány, hát ő csak egy szörtől is példány, hogyha minden igaz, de nagyjából mindegy is, mert 15-ös az atakja, nem power polunk. Ő egy boostos példány, egy teljesen szimpla kis boostos példány. Machot Solar Beam a legjobb moveset az ő esetében a Regirock ellen. Machot, szuper effektív, Solar Beam, napos időben meg 216 damage-e, azért az könyvfakasztó. Itt mese nincs, gyerekek, ez ha lever egyet, ott kölykövön nem marad ismételten, nagyon erős pokéról beszélünk. Itt a következő ismét nem kell sokáig lapozni, a gyönyörű Executorunk. Egy csata kiáltást kérnék. Üvölt, mint a sakál. Itt van Bullet Seed, Solar Beam, ismételten a legjobb választás ennél a pokénál. Hát ja, napos időben mi kell nekünk nagyjából? Venusaur, Executor, hasítanak, mint az állat. Berakjátok a kis Groundont, napos időben tökéletes választás, azt hiszem mindegyik. Executor olyan Solar Beam-et leküld, tudjátok, nem kell bemutatni. Azért még az 1000 éves videóban, amikor csak a kis Executorokban harcoltam, egyen meg, de kemény volt, nagyon kemény volt. Ó, itt egy Lucky is. Ez milyen? Wonder HP is, hát 14-es HP-val van a 82% környékre. És itt a jövőrök Hariyama, a nagy sumo birkózó. Gyerekek, tökéletes ő is, felhős időben. Figyelj, ez is ossza úgy a pofonokat. Jó össze, hogy kavarodtak az essek itt, mi? Ez is ossza úgy a pofonokat, kőkövön nem marad. És itt van még egy iszonyat szeletelő gép. Ja, ti itt látjátok, itt látjátok. Ha minden igaz, hogyha veszi ez a bunkó a képernyő felvételt, mert az előbb is valami miatt beerrozott. Skeptile. Jobb. Nála van, de nem kell. Nagyon penge kis pokéról beszélünk. Napos időben azért ő is olyan szinten szelete, ugye Bullet Seed-del, Leaf Blade-del, gyerekek, az iszonyatosan veri neki, tudjátok, mint ilyen kemény kis progresszív buliban, csak úgy szeletel a Skeptile-unk. Nagyon tolja neki, nincs mese, ez is tökéletes. Nekik imádom is, annyira jó az a poké, nem? Hát de. Swampert? Hát Swampert is bogort a képbe, igazából, hogyha nincs jobb, de ő annyira nem mérvadó. No! És ide még csak megmutatja magát ez a gyönyörű Venusaur, de sajnálom, hogy nem lett neki legacy movesetje, de hát így is tökéletes igazából Solar Beam-mel. Hasít ez úgy, ahogy kell. Frenzy Plant,
Közben eszembe jutott a Legacy Move Frenzy Plan, sajnos olyanom nincs, de majd valakivel cserélek. Ismerek is egy olyan embert, akinek biztos, hogy sok van. Ati, ráismersz magadra? Neked biztos sok van. Majd kunyarálok egy Frenzy Plant-es vénoszavot tőle, de nincs ilyen Legacy-son basszus. Na mindegy is. Na gyerekek, akkor nagyjából össze is szedtük, hogy mik itt a kemények. Ugye gyönyörű kis vénoszaurunk, Vine Whip vagy Razorleaf, Solar Beam, mert az a lényeg, Solar Beam vagy Frenzy Plant legyen neki, a szakít. Skeptile, gyönyörű kis pokémonunk, iszonyat erős ő is. Őt is lehet nyugodt szívvel használni akkor. Executorunk is itt van, ez egy 15 atakos. Az van ide írva, Wanderers 15 atakos? Certainly. Tehát 15-ös az atakja, vágott haver, nem kell ennél jobb, nem kell. És akkor így ennyi is. Machamp, felhős időben mindenképp harcos, Machampok, odamész, kicsit a Brock, meg a Kimbo Slice letámaszt kettőt, vége is a Regiroknak, nincs mit beszélni ez a két izompacsirka, megtanítja kesztyűbe dudálni a nagyokost, és akkor ennyi még a Groundot itt, még egyszer bevillantjuk, akinek esetleg ez van a tarsajában, nyugodtan kis power up-ot neki, csak úgy meg hintve, kis power up-al, a lényeg, hogy 15 atakos legyen. Machot, Solar Beam, nagyon fontos. Gyerekek, és akkor meg is vagyunk, már csak annyi a feladatunk, hogy beugrunk óvára is, vadászunk egy kicsit, keresünk egy Regirock Raidet, remélhetőleg lesz rá emberke is. Na, akkor zúzás is, kerítsünk elő egy kis sziklafejűt. Gyerekek, meg is érkeztük az első Regirock Raidünkhöz. Gyorsan rádobálom a kis karikkal is itt a cumót, van még 52 másodpercünk. Ugye a képernyő felvételt is durrantok, hogy azért az nem maradjon le. Húba, 16-an vagyunk benn. Nem semmi a csapat. Nem igazán toltunk, és ugye még ők se igazán toltak. Figyeljük, full random csapatot bevált, a Steelix-et. Annyian vagyunk, hogy most lényegtelen, hogy mivel megyünk. Legend Killer visszatért. Gymbe volt nagyon sokáig, gyerekek. Ja, lövöm a képernyő felvételt, mert dumálok itt, hogy elfelejtem. A jó öreg Steelixünk visszatért, meg a Legend Killer is, sokáig egy gymben roskadoztak, valaki szerencsére arra járt és kiütötte őket, nagyon sokáig nem láttam ezeket a pokémat, de most új út erővel itt vannak és öt oda fognak támasztani, hogy a kis Regiroknak ki fog ugrani a szemecskéjé. Szépen. No! Ugyan, amint már beszéltük, ez ellen nagyon jók a fűpokék, ugyanúgy nagyon szuper effektív ellene majd a kis sziklapokéink is. A vizet sem nagyon csipázza, szóval teljesen jó. A Steelix-re nem emlékszem, hogy úgy annyira pengelet volt, de szuper effektív, jó. Jaj, a kicsikkel is üssem már, bocsi. Kis talókat úgyre leloptam az ölembe, hogy hello, szia, semmi. Heavy Slam-et, Steelixünk, és Stone Edge-es, ami ugye meg se karcolja ki Steelixünket, mert olyan defense van, hogy besz a behu. Semmi. Ki az a Stone Edge? Vagy mi az a Stone Edge? Létezik olyan támadás a Steelix ellen? Nem, semmi. Nagyon jól állja a sarat. Szóval gyerekek, képzeljétek el, hogy állígattam össze ilyen nagyon ilyen szuper csapatokat. Nevezik őket szuper csapatnak. Ilyen nagyon penge kis poké gruppokat, amivel szépen fogjuk nyomatni a gymfightokat. De ezt valószínűleg, hogy majd egy kövi videóban fogjátok látni. Vagy még lehet keresünk valahogy, ha találok valahogy egy nagyobb gymet, és most ér be, most kaptam meg az első nagyobbot. Ha találunk valami olyan gymet, aminek úgy érdemes neki zúgatni, akkor lehet ennek a videó végére ide bedobunk valami jó kis gymfightot. Ilyen igazi menő karakterekkel úgy készüljetek, nagyon tudtuk is csapatokat válogattam össze, azért mondom, hogy csapatokat, mert tényleg több ilyen kis special groupról beszélünk most, majd mindjárt megmutatom őket, hogyha jók lesztek. És hogyha találok itt a környékben valami gymet, amit meg kell alázni. Most úgy látom, hogy nagyon kék a tere. Jó, Legend Killer mit kapott? Kiugrott a kis szeme. Kyogre-t itt már visítanak mellettem, úgy hallom. De ennyi volt a Regirock. Na mutasd magad, kis tesó. Na bocsi, itt a zene meg nagyon megy ám. Meg a klíma is dübörög, de gyerekek, odakint 32,5 fok van. Ó, oda nézd, beugrott gyerekek, a barátság. Rare Candy, minden van, 750, de azt oltam, egy kis Star Piece, tudjátok, hogy mi ez. Legyen úgy is, hogy gurulgattam most egy keveset, és akkor hat pörögjön az is. No!
Hát boostos a tesunk. 2164, az nem tudom, mennyire kemény. Mindjárt megnézzük a többin is, hogy mekkora, miért ezek? Lehet, hogy tele lett a táskám. 2179-es is van itt, meg 96-os, szóval az enyém a legselejtebb. De mindenképp el kell kopni, mert ez csak egy kis szerencsétlen dexpoki. Van itt egy, fent a futuránál van egy, dobjál 3 excellentet, aha, ez még kicsit, aj, nem ár, hogy itt elkezdesz nekem rezegni, te idióta. Tele lett, ugye annyi cuccot kaptam a raidből, hogy tele lett a táskám, és most nem bírja pörgetni a gymeket, és agresszívoskodik a gocsánk. Na, már valami kis, valami kisebbet beállítunk neki, hogy mégis kapjuk már el. Na gyere, lőd a sallert. Amúgy ez jól néz ki, szerintem a három közül ez néz ki a legjobban. Aha, majdnem excellent lett, de csak majdnem. A három közül ez néz ki a legpengében véleményem szerint. 2? És nem? És azt mondja, hogy kijön. Nektek melyik tetszik legjobban a Regi trió közül? Nekem ez nyerte el a tetszésemet, ez tiszta full. Aj, na várjatok, mindjárt itt lekapcsolom a Bluetooth-ot, mert ott az excellent, csak bevarjuk neki. Amúgy a három egymás után, na, az a küldetés, amiről ugye háromszor kell egymás után excellentet dobni, az ugye lárvitát ad, és valószínűleg, hogy az ilyen Legendary Raid bosson legkönnyebb ezt véghez vinni, hogyha nem vagy olyan béna, mint én. Ha! Kicsit lentébről kéne pörgetni, de legyél már meg, vajátok, hogy itt a Bluetooth-ot lekapcsolom, hogy a gocsait ne emberkedjen, mert olyanokat zizzen, hogy széthullik itt a karom. Hú, ezt jól megpördítettem. Valahogy ennek lentébb van, lentébb van. A regisztírra ezerszer könnyebb volt dobni. Gyere, kislány, gyere! Most meg kell is, micsoda szökkenéseket látunk itt, gyerekek. Akrobatikus mutatványokat mutat itt be nekünk ez a bunkó kavics darab. Nem leszünk így jóban. Láttátok, hogy bepörgött? Így üt. Gyerekek, itt tudom, hogy boxedzésen lenne, nagyon túlpörgött a srác. Meg se akar maradni, hát lehetséges, hogy ez egy fél lesz. És néha hallod, milyen ütembe üt ez, gyerek? Lazítsál már magadon. Hát ez mikor már húzza vissza a kezét, már akkor lendíteni kell neki. Iszonyú szemtelen, amilyen tempóban ez veri a sallereket, de meglett, gyerekek. Meglett egy full, semmi, flegma, nulla dobásba. Excellentet kiveri kétszer, akárhova dobod, új poki a dexbe, csak úgy szólok. Aha! Jól van, pengék vagyunk. 2100, mutasd magad. Certain list lesz? Mi a fogadunk, hogy certain list lesz? 1000-be? 1000-é? Wander, ó, HP. Figyú, Wanderös lett. Nem is foglalkozunk el, ezt berakjuk így. De akkor a kicsiknek itt valami nagyon penge lett. Mindjárt itt nyomatunk egy kis ürítést, és akkor lecsekkoljuk, hogy mi lett itt a kicsiknek, mert az egyiknek 2196-os van. Hogyha az is vándörös, nem ám itt valamelyik bekapott valami igen jó példányt, érted? Most itt kitöröljük a szennyet, hogy tudjon már egy kicsit pörgetni a gocsa, mert olyan szinten morcos lett itt ránk a kis gocsa. Ez egy fast jam-t is kitöröltem egy raklappal. A pokélabdából nem adok, az megmarad. Úgyis elszórom melóba menet, ugye nem tudok sokat pörgetni, viszont van sok poké, és azokat majd szépen el lesz szórogatva az a rengeteg pokélabda. Na, bepárosítjuk a gocsát, és ja, nézzünk szét itt, ugye? Kék, 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 ott egy kis sárga. Érdemes ennek neki menni, gyerekek. Ó, egy árva zsolt jó. Hát, srácok, lányok, akkor sajnálatos módon most nem mutatom meg nektek. De nem vagyok én. Nem egy olyan srác vagyok én. Szóval! Megmutatom az első kis special groupot, ők az elit. Megmutatom az első. Ezek egy kis menő shiny pokék. Mi van alatta? Alolan. Alolanok vannak ott alatta. Ez az első menő shiny group. Ezekkel fogunk iszonyatosan alázni a gymekben. Nagyon kemény lesz. Alolan, csak úgy, hopp, mutatom. És az ezután következők a legmenőbbek. De az majd egy másik videóban lesz bemutatva. Köszi szépen, srácok, lányok, a figyelmet, ha tetszett a videó, akkor mindenképp csapassatok ide egy hatalmas lájkot, és nem árt feliratkozni a csatornára se, mert most ugye visszatértem Szabiról, jönnek majd szépen, ügyesen, okosan a videók ezerre, szóval nem kell aggodalmaskodni,
lesz itt minden, mint a jó boltban. Köszi szépen akkor a figyelmet, hamarosan találkozunk, ne felejtsétek el feliratkozni, és akkor addig is jók legyetek, vigyázzatok magatokra, mert a sárt, sziasztok!